Vannak félelmeid egyébként? Vannak, igen. Mitől? Például a haláltól. De miért? Mert ismeretlen, mert nem tudom. Mert szomorú, mert tragikus. Tehát nekem öngyilkos lett az apám, amikor én gimnazista voltam. És ami a legtragikusabb, az a, amiről nem beszélek és nem is akarok, és soha nem is beszéltem, és nem nyilatkoztam, és nem is fogok, az egy belső tragédia. Nekem csak annyit mondott, hogy úgy belőled én majd színész csinálok, fiam, és nem, és becsapott. Tudod, mi egy házban lakunk, és lemegyek a kertbe, és fölnézek a székre, amiben a Tibor ült, akkor egész nap rémes állapotba kerül. Akkor nem tudom, azt hiszem nem tudom elmondani a színdarabba a mondatomat, mert látom, hogy hát ott most is úgy, ott látom magam előtt, hogy ott ül, olvas vagy, mosolyog, vagy gyönyörű mosolya volt, röhög. És majdnem, hogy belebetegszem.